Április 2-ára az Autizmus Világnapjára ismét jótékonysági futást szervezett a Lásd a Világot Autista Szemmel Egyesület. A programra fiatalokat és időseket egyaránt várnak, a programot egész naposra tervezik. Hangsúlyozták, hogy aki futni szeretne, viseljen kék színű ruhadarabot. Egész nap lehet futni, hasonlóan a tavalyi programhoz online platformot is biztosítunk a futásra egész napra, így egy 24 órába várjuk a lelkes jelentkezőket, és idén végre lehetőségünk van, hogy személyesen is megszervezzük, így a személyesnek az időpontja az délután 1 és 5 óra között lesz egészen pontosan. A pécsi Tüskésréti túnak a futókörénél, az Ambassador körös futókörnél szeretnénk megszervezni magát a programot. A rendezvényt nem először szervezik, tavaly is sok érdeklődőt vonzott a lehetőség. A főtámogató céggel évek óta jó a kapcsolatuk, idén is komoly segítséget kaptak. A HR-nél mi közösen szeretünk sportolni, külön öröm számunkra, hogyha ezzel egy jó ügy mellé tudunk állni. A Lásd a Világot Autista Szemmel Egyesülettel évek óta nagyon jó a kapcsolatunk, ezért nem volt kérdés, hogy újra a rendezvényük mellé állunk, mint főtámogató. A jótékonysági futáson hagyományosan a támogató cég munkatársai is együtt sportolnak a Tüskésréten, de nem csak ezzel segítenek, kézzelfogható ismét a segítség. Fix pénzadománnyal, ajándéktárgyakkal, PR tevékenységgel segítjük a munkájukat, hogy elérhessék a kitűzött célt, a gyerekek táboroztatását. Nagyon fontosnak tartjuk ezt a kezdeményezést a részükről, ezért ezen a napon a cégünk logója újra kékké fog változni, hogy ezzel is felhívjuk a figyelmet az autizmusra. Április 2-án tehát a Tüskésréti futókörre várnak minden érdeklődőt. Arra buzdítunk mindenkit, hogy tartson velünk április 2-án, és fussunk együtt közösen ezen a napon.